Ez a kísérleti építészeti kampusz Belgiumban ad otthont a világ legelső 3D nyomtatással épült házának. Európa legnagyobb betonnyomtatója egy kétszintes, 90 négyzetméteres építményt hívott életre. Ezt a nyomtatót használják most egyetemi hallgatók, akik új fenntartható építészeti megoldásokat keresnek. Ezzel a technológiával egy teljes házat tudtunk kinyomtatni. Most tovább akarunk lépni, és újabb ötletek megvalósításához szeretnénk hatékonyan használni ezt a 3D nyomtatót. Projektünkben például meg akarjuk érteni, hogyan tudunk olyan felületeket nyomtatni, amelyek erősebb építészeti struktúrákat hoznak létre, olyanokat, amelyek nagyobb súlyt is képesek megtartani. A fejlesztők szerint a nyomtatott házhoz a szokásosnál 60%-kal kevesebb anyag kellett. A projekt költségvetése 1,6 millió euró volt, ennek 40%-át az Európai Unió állta. Több hónapnyi előkészület után végül 3 hét alatt megépült a ház. Az alacsony energiaigényű lakásban a hőmérsékletet és a páratartalmat a mennyezetbe telepített innovatív agyag alapú technológiának köszönhetően szabályozzák. Az anyag úgynevezett körkörös termék, újra és újra felhasználható, előre préselik. Ez itt egy szárított rendszer, tehát csöveket helyezhetünk bele, azokban pedig meleg és hideg vizet keringetünk. Warm water or cool water. A helyi illetékesek szerint a csúcstechnológiai kezdeményezés korszerűsítheti az európai építőipart, sőt, fenntarthatóbbá teheti azt. Felmértük, hogy az építőipar továbbra is rendkívül hagyományos módon működik, még mindig túl sok anyagot használ fel és túl sok hulladékot termel. Ezen szeretnénk változtatni. De ha rá akarjuk bírni a szektort, hogy fektessen be az automatizálás és a digitális világ területén, akkor bevált gyakorlatokat kell mutatnunk neki. Ezért nyomtattuk ki ezt a házat is. A fejlesztők remélik, a ház egyéb körkörös gazdasági kezdeményezéseket is elindít majd az uniós építőiparban, amelyben mintegy 5 millió ember dolgozik.